Üdvözlünk mindenkit. Harmadik mérkőzés. Úgy tűnik, hogy az Essence-nek most a Gambittel kell összemérnie a jelenlegi helyzetét. Szervusz, kedves Buci. Szervusz, Livius, én is üdvözlök mindenkit. Így van, a Gambit, én azt gondolom, hogy egy magabiztos teljesítmény nyújtott az első mérkőzésen, és ezzel az egy ponttal már érkezhetnek is. Egy olyan csapat ellen, aki azért eléggé megküzdött, és eléggé nehezen kapott ki. Ténylegesen egy olyan fiesta után fognak most leülni a srácok, amiben voltak ugyan szép megmozdulások, nem mondom, hogy nem, viszont volt nagyon sok kérdéses előremenetel, hívás. Jó lesz, gyerekek, jó lesz, aztán mégsem lett. Jó, mert addigra, mire már azt mondták volna, hogy akkor ez jó lesz, addigra már meghalt mindenki. Szóval, ha ezt így játsszák meg a Gambit ellen is, akkor én azt gondolom, hogy ennek egy easy Gambit győzelemnek kéne lennie, de nagyon sok minden fog múlni például a választásokon és a tiltásokon. És lesz egy gínzós gnár. Lesz egy gínzós gnár, ez az egyik. Másrészt pedig én még egyelőre hiányolom a LeBlancot. Igen, még nem volt, de ellenválasztásnak gondolom egyébként inkább, mint hogy vakon elhozzák. Még egy picit ragaszkodnak ehhez a mágus középsősényes metához, de az azért is csak azért érkezett, mert ugye Swain már megvolt, tehát hogy ez azért fontos lefektetni, hogy azért az olyan hősök ellen gyengült, akiknek nagyon erősösény fázis van, és a Swain minden csak nem az. Tehát, hogy ő ezt tőle is elvették. Én látok az Essence-ben fantáziát egyébként. Tehát, hogy szerintem elég szépen megküzdöttek az R7-tel, jó meccset játszottak. Még a Gambit ellen is van esélyük, mert egyébként a Chaos Latin Gamers sem játszott rosszul, csak egy idő után a kompozíciónak köszönhetően lejátszotta őket a Gambit. Az Essence azt csinálta szerintem jól, hogy bármennyire is el tudott húzni velük szemben az R7, tartották mind a tornyok, tartották mind a farmok részét, nem nagyon engedték túlságosan nagy előnybe a Rainbow srácokat, innentől kezdve megvolt a lehetőség arra, hogy visszajöjjenek, megvolt a lehetőség adott esetben arra, hogy fordítsanak ezen az egész mérkőzésen. Csak túltolták. Igen, ezt akartam is mondani, az ott egy picit túltolás volt, amikor az ősi sárkányt is átengedték, és nem nagyon tudtak jóformán azon az egy inhibitoron kívül mit elhozni, tehát amennyiben most is tudja tartani magát egyik-másik csapat az ellenfeléhez képest, tehát nem engedi el nullás toronyállásra, nem engedi egy akkora makro előnyt a játékba, hogy abból már nagyon nehéz legyen visszajönni, akkor igazából persze bárhova pattoghatnak a győzelmek, de azért az attól függetlenül egy jó dolog, hogyha a Gambit mondjuk már ezt a meccset is megnyeri, akkor az utolsó mérkőzése akár úgy zárhatja a napot, hogy 3-0-val. Így van, de ugye még ez egyáltalán nem döntött el semmit, tehát hogy 3-0-ról is láttuk, hogy hát lehet rosszul teljesíteni, tovább juthat még bárki más mellettük, hiszen ugye Double Red Robinról van szó, még 0-3-at is játszhatnak a második napon. De hát az A-csoport egyelőre eléggé színes mérkőzésekkel ajándékozott meg minket, mindenféleképpen azt kell, hogy mondjam, úgy vettem észre, hogy az Essence-nek a Shatkalla van a gondjai leginkább, tehát hogy nem érzem azt, hogy annyira együttműködik a csapat, inkább az van, hogy most akkor mit csinálunk, hova megyünk, miért oda. És nem is azt mondom, hogy szét van esve a sátkán, hanem nem jó. Tehát, hogy nem magabiztos. Bizonyos pillanatokban érzem azt, ez az egy-két másperc elcsúszást, ami mindig azt mutatja, hogy nem megfelelő a döntéshozó. Hogy azt mondja, hogy oké, megyünk, és akkor látszott, hogy nem fogják befejezni, mert élet a Brown, mert azért szépen leszették a várost, akkor nagyon szépen tetszett ugye ez a végén, de egyszerűen nem volt idejük, mert végig kellett verni egy egész bázis még kb. Hogy odaigyussanak. Hogyha ott legalább, hát mondjuk, hogyha az inhibitort védő torony nem állt volna, akkor szerintem be tudják fejezni. Így viszont, hogy még a kettes torony is állt, így esélytelen volt. Abszolút. Ott meg kellett válni, hogy inhibitort elhoztuk, oké, vissza, és visszafelé beszedjük az ősi sárkányt. Ugye alapvetően az Essence egy olyan régióból jön, ez a dél-kelet-ázsiai régió, a GPL, ahova igazából több kisebb régiónak a győztese megy föl, még egy plusz bajnokságba, aminek van egy ilyen spotja, amik régen ugye wildcardot ért, most pedig ugye ezt a play-in szakaszt éri. Ez nagyjából egyébként ugyanaz, régen wildcardos külön bajnokságok voltak, amit alapvetően már tavaly ugye beágyaztak a világbajnokságba, illetve az MSI-ba is, és ez idén is így lesz majd a világbajnokságon, hogy ott is kezdünk majd egy ilyen wildcardos szakasszal. Szóval ez az Essence Gaming, ugye ők egy táj csapat, megnyerték a táj bajnokságot, ugye tavaly például a GPL-ből, ahonnan most kijutottak, akkor a másodikak voltak, tehát én azt gondolom, hogy azért mindig ott volt valahol a forró, nem tudom, kása közelében ez a csapat, csak mostanáig jutottak el odáig, hogy egyszerűen most már képviselni is tudják ezt a régiót. Míg azért a Rainbow, ahogy egyébként ezt így már többször is elmondtuk, azért nagyon-nagyon erős csapat. És a Gambit is, én azt gondolom, akivel most ugye össze fognak játszani, az én azt gondolom, hogy igenis, én azt láttam az első meccsen, hogy bizony, nagyon magabiztosak most a Gambites srácok.
és visszatérünk a régi változatú, vagy a régi klasszikus tiltási és választási fázisba. Gambit lesz majd kék oldalon, míg az Ascension lesz piros oldalon. Egy sem szelektel vissza. Ha még egyen visszalépünk, akkor három tiltás lesz megint. Szóval azért óvatosan. Miközben annyira nem meglepő tiltások, én úgy gondolom, talán az egyetlen, ami kicsit fura, az a Kha'Zix az első körben, viszont én úgy gondolom, hogy Diamond Prox van elég agresszív dzsungeles ahhoz, hogy képes legyen dominanciát felépíteni Intrezóval szemben, de a kérdés az, hogy akarja-e, mert az első meccs, ez a Trundle, zseniális volt. Így van, kérdés, hogy elválasztják-e első választásokaként azt a Trundle-t, Skarner, illetve a Kha'Zix lett kitiltva a dzsungelből, míg végül egy Karma érkezett, és nem, Rakanra teszi le. Ismerős? A voksot, így van, Edward. Ugyanaz a taktika, mint az első meccsen. Akkor most hozzunk egy száját. Így viszont ugye Intrezóhoz kerülhet a Trundle, és innentől kezdve mondjuk akkor érthető a Kha'Zix tiltás. De más az alapfeltételek. Sem Morgana, se Caitlyn nincs kitiltva. Mind a két hős elég erős ahhoz, hogy a Rakan szélpáros megfoghassa. Akár most elhozhatják ezt az alsó ősén. Így van, Caitlyn már meg is érkezett. És most mind Trundle, mind pedig Morgana jöhet. Lehet, hogy inkább Trundle-t kéne, mert azért Morgana az nem fog jönni Rakan mellé. Bár egyébként a Riot mostanában kacélkodik a Rakan middel is. Illetve a Morgana middel is. Tehát azért maradjunk annyiban, hogy Koreába és Kínába is egyszer-egyszer képesek voltak elhozni a Morgana midet, tehát lehet, hogy pár évvel ezelőtt még ez metának számított, most is talán minthogyha jönne visszafele. Hát sok karakter ellenválasztás, azért ezt lássuk be. Morgana az a tipikus ilyen kis idegesítő counter, nem tudsz mit csinálni, mert annyira erős, legalábbis annyira kiveszték a játékból. Miközben Kai'Sa, hogy tűnik, hogy mégsem a Xayah-ra teszik le a voksot, vagy Diamond Proxhoz jön a dzsungelbe? Hú, ez érdekes lenne. Alapvetően nagyon-nagyon érdekes lenne, hogyha dzsungel Kai'Sát láthatnánk. De ez majd természetesen csak akkor fog kiderülni, hogyha megvannak a hősök. Mondjuk Trundle-en logikus? Egyet választhatnak a Gambit játékosai. Most. Na. Szerintem már lejár. Mert hogy bebugolt egy picit ez az egész. Ez akkor viszont lövész Kai'Sa, ha Zac jön. De Zac-et hozni Trundle ellen? Maga a kezdeményezés miatt én azt gondolom, hogy jó pofa lehet. De hát meg tudod fogni. Meg tudod fogni, tény? Okés. Tehát alapvetően ugye a tankosság gyenge pont, a kezdeményezését meg lehet állítani, a dzsungelben lassabban halad, és jobban ellen dzsungelezik a Trundle. Sok minden szempontból counter most ez a Trundle választás ezekre. Főleg úgy, hogy még Morgan érkezett egy sötét pajzsal bónuszban. Ez most elég érdekes. Legalábbis az én oldalamról, Anivia tiltás közben. Nehogy Kira elhozhassa. Ez a második Anivia, amit ő megkapott tiltásként, úgyhogy tudjuk róla, hogy ez elég erősen játsza ezt a hőst. Már Froggeni magasságokban emelkedik. Miközben Camille, ugye Darcyék beszéltek róla az előző meccsen, hogy a felső ösvény szörnyetege még a mai napig. Az Camille, kivéve, hogyha valaki AD Nidát játszik ellene. Ritka. Ritka egyébként ez a párosítás. Én is csak egyről tudok. Ettől függetlenül Camille ezen a mérkőzésen sem fog érkezni, sem Stylus, sem pedig Rocky kezei közé. Vladimir tiltás végül, így ugye a középső ösvényre fókuszál az Ascension Gaming a második fázisban. Kérdés, hogy mitől fosztják meg még a gambites srácok a dél-kelet-ázsiai bajnokot. Nem leszek kíváncsi, hogy most ugye az ellenválasztás elég valószínűleg a középső ösvényre van meghagyva. A piros oldalról. És mit hoz el a Gambit majd? LeBlanc kitiltva, így van, pontosan erre akartam kitérni, hogy ha ők mágusokat akarnak elhozni, akkor az asszasinoktól meg kell szabadulni, viszont benne van még a Swain, ami G4 játszott az előző mérkőzésen, tehát megint jöhet az Azir. Abszolút. Akár ő is jöhet Swainre, de mondjuk még ez a Swain nem biztos, hogy a középső ösvényre megy. Ez is igaz. Sassanzsön most jelen pillanatban azt gondolom, hogy jobb tiltási és választási fázisban a taktikája. Hát, nagyon OP. Egyelőre jó. Három nagyon erős hős kapásban az első körben. Így van, és jó választásokkal, tehát ténylegesen meg lehet akár állítani, miközben Ornn érkezhet bizony a felső ösvényre, és már csak az a kérdés, hogy Kira kivel fog játszani. Zekezik, hát most na. Illetve ott van még az Azir, tehát azért azt... Igen, szerintem is még mindig benn van, de van például, ja nem, Ryze nincs, ő kitiltve, hát akkor Azir maradt egyedül, valóban. Hát ezek egyébként eléggé 8.6-os választási és tiltási fázisok eddig. Mármint, hogy a LeBlanc kitiltását leszámítva kb. Pont mindenben azt látom meg. Talán még a Vladi az, ami nem annyira. Igen.
De nagyjából egyébként hasonló. Igen, Vladimir helyett mondjuk Svein volt addig a tiltó listán, és körülbelül ennyi, de nagyjából hasonló. Még Maokai érkezik majd Ornal szemben Rocky kezei közé. Hát, az izgi felső Svein lesz. CC rengeteg. Morgana lekötéssel, Maokai lekötésekkel, szintúgy Caitlyn csapda lekötésekkel. Ez nagyon sok sebzés is van, és CC is. Tehát, visszahozás, visszahúzás. Ez nagyon OP. Igen, én is azt gondolom, hogy ez az összesen most nagyon erős csapat felépítésű, viszont nézzük meg a másik oldalt. Ott is azért jó lehetőségek vannak. Nagyon sokan fog múlni, hogy a beérkezéseket hogy építik fel. Mert oké, hogy Trundle végső képesség, viszont hogyha Zach kivisz két embert, annyi időt nem ölik meg, főleg ha Rakan CC-zik. Az írnak remek lehetőségnek a beérkezésekre, és hát az Ornulti még elérhető. Abszolút, amit levédeni, maximum azzal a fekete pajzsal lehet majd. Csak egy emberrel. Vagy éppenséggel valahogy kibételni egy Maokai földre, föld alá csúszással. Hát igen, de ez nagyon érdekes, mert hogy mit védesz le a fekete pajzsa? Mert meg kéne fognod a Zach beérkezést, meg kéne fognod az Ornultit, meg kéne fognod a Rakannak a két CC-jét. Tehát azért nagyon-nagyon nehéz dolga lesz itt Morganának, ezt azért tegyük hozzá. Ugye pont ezért beszéltünk arról, hogy talán a Zachnek a beérkezését majd inkább Trundle fogja egy picit semlegesíteni, viszont akkor azzal már kimegy egy olyan semlegesítő varázslat, ami utána a csatában nem tud pozícionálni, vagy kevésbé tud pozícionálni. Szerintem egyszerűen nem Zach kezdi majd a harcot, hanem Rakan. Igen, vagy Orn. Igen. Az inkább elképzelhető, hogy ők mennek belőle. Csak az a baj, hogy ez Rakan nagyon gyorsan fog elolvadni. Tehát neki azért vigyáznia kell magára. Én erre eléggé defenzív Bruna választást hoznék. De majd meglátjuk, az ösvényfázisuk is érdekes, mert azért a Kaiser Rakan nem egy gyenge ösvény, csak ugye a Rakan önmagában nehéz a Morgana Caitlyn ellen, mert a távolság, amiről ugorni tud, az kb. Pont akkor, ahonnan a Caitlyn már lőni tud. Mm. És ha ráugrasz, annyi időt van ideje aládobni egy csapdát, amiben ha belállsz, akkor halott vagy. De ha nem is ő teszi rád, akkor majd a Morganát fog lekötni. Tehát, hogy én nagyon trükkösen kell, egyszer beugrasz és rögtön vissza, tehát hogy nagyon nehézkes. Azért ez. Ja, és akkor a spajzsról még nem is beszéltünk. Így van, főleg azokkal a dolgokkal, hogy mondjuk mi van akkor, hogyha előre ugrik egy Kai'Sa. Akkor azt, hogy tudod védeni, és itt van egyébként a defenzív rúna választás Edvártól. Aha, mégiscsak hozta az őrzőt. Tankosodik. Igen, indokolt is mindenféleképpen. És valamilyen szinten ugye mind a csapdák, mind pedig. A lekötések azért elég erősek ebben a helyzetben. És a lekötésekre, illetve például még a kihelyezett őrszemekre válaszol szépen Edvard, ugye azzal a lencsével. Amit már meg lehet vásárolni első szinten is. Hát ez egy jó kis piszke, oda esetben haza lehet azért menni. Túl nagy hátrányba azért ettől nem kerül ez a Svein. Nem is megy haza végül. A Millionhouse Pound mondat megdöntötte a helyzetet. Nem próbálsz pedig ugyanoda pozícionál, mint az első mérkőzésén nagyjából ugyanazt csinálják. Defenzív ösvényre egyébként inkább a Rakanék rendezkedtek be méghozzá ezzel a Dorán pajzsával, amit Kai'Sa megvásárolt magának. Úgy érzem, hogy logikus, hiszen Morgana Érivel tudjuk, hogy hát eléggé csibész dolgokra képes. Van egy fura dolog, ami egy kicsit érdekes, az a megtisztulás. Nem megtisztulás, kifárasztás, bocsánat. Kifárasztás, igen. Amit utána nem is nagyon változtathat meg ugye Rich. Egy kifárasztás amúgy szerintem jól jöhet Kai'Sa, sőt, így még van. Akár Azir ellen is. Ha Azirnak megvan már a támadási sebesség, illetve a sebzése, akkor azért ő is végig tud szurkálni egy egész csapatharcot. Persze egy mérkőzést is, de egy csapatharcban itt ez sokkal fontosabb lesz. Tehát, hogyha azt a sebzést lehet egy picit negligálni, ez mindenképpen akár egy jó választás lehet. Kérdés, hogy ezt ki tudja használni Morgana. Ez ne inkább a Kai'Sa beugrásra van. Tehát, hogy annyi idő alatt, amíg Kai'Sa bejön, ne tudjon akkor a sebzést kiosztani, hogy a felépítő CC, tehát ez egy ilyen all-in helyzet most a Rakan Kai'Sa. Ott vagy pillanatokat tördöd le az ellenfelet, vagy pedig meghaltál a Caitlyn Morganának, ha van válasz lehetősége, le fogja őket szedni. Ez pedig egy szép visszarántás. Igen, csak Éri most is oda segített Kirának. Így ugye mindkettejük elhasznál egy-egy gyógyítókát, mindketten Dorán gyűrűjével kezdtek a középső ösvényen. És ha már megtisztulást említettél, az pedig ugye Kiránál lesz majd elérhető. Érezhetjük azt, hogy mennyi CC-vel rendelkezik az Ascension Gaming csapata. Szép egyébként ez egy jó kis rálátás biztosít Intresso a társainak, hogy ezért nehogy itt az alsó esélyen valami csibészség legyen, hiszen nagyon agresszívan megy előle, ugye Lloyd és Rich párosa mindenféleképpen. De hát ott most Edward előfeltételként biztosítja azt az ekérkezésnek, hogy ne legyenek őrszemek.
ami egyelőre mindenféleképpen kellett. Igen, most lehet még, hogyha mondjuk ebből egy sikeres rajtaütést tudna csinálni Diamond Prox, akkor láthatnánk, hogy milyen effektív lehet az első szinten megvásárolt lencse. Igen, ez is egy erős változás azért, hogy ez már így működőképes. Időközben pedig Diamond Prox kitakarította teljesen a déli dzsungelt, északra pedig Intrezzo az, aki érkezik majd. Egyelőre Intrezzo nem szabad, hogy Diamond Prox. G4-nak sincs rálátása. Nincs, de remekül pozícionál, ugyanis ölelgeti azt a bokrot, amire van rálátása. Tipikus profi középsősvényes lépés. Ezben egy alaptámadás Edwardot eléri, ez pedig egy... Hát egy bowling játékban ez valószínűleg egy X-et élt volna, egy oki strike-ot. Itt viszont kicsit más helyzetet teremtett. Kettős teleporttal majd az Ascension Gaming fog rendelkezni G4 középsősvényes Swain-nel, illetve Rocky majd Maokai-jal használhatja el ezt, aki amúgy az összes töltetet most megitta, ugyanis ő romlás italával kezdett. Az igen. Hozzávágta a facsemetét, miközben Ornit kovácsolt egy kicsit. Viszont Intrezzo szeretne torony alá jönni, és nincs sok élete, ez Tezosnak egy komoly gond lehet, a Diamond Prox itt van. A lekövetés jó lehet, és a micsoda feldobás, így viszont nem lehet az útjába rakni semmilyen akadályt, a kupa pedig későn érkezik, az első gyilkosság Zeket illeti. Főleg úgy, hogy a feldobásra rögtön feldobás volt. Így van. A felelet, nagyon szépen tartották a levegőben. Intrezzót így jóformán menekülni sem lehetett. És az viszont nem talált, a bowling lehetőség most a másik oldalon. A feldobás sem talál, így most viszont ez így döntetlen. Sem a sötét pajzsot nem kellett beáldozni, sem semmilyen idézői képességet. De Zsosznak viszont nincs manája, a Rockynak ezzel szemben van. Azért visszanéz még egy kicsi balhéra. A jó kis utórengés, Rockyn. Utórengés nem csak rajta, egyébként Diamond Proxon is ott van. Így van. Kettő ilyen elérhető. Rockynak sincsen már túl sok manája, és Diamond Prox úton van. Viszont ott egy Earthworm keresztül fog áthaladni valószínűleg. Így van, Rocky egyből vissza is lépett. Közben G4 pedig Kidát ezekkel a kis villámkarmokkal bünteti folyamatosan. Karmolgat, karmolgat folyamatosan, ahogy te is mondod, de ezt meg is teheti, kettő darab Dorán gyűrűje van neki, illetve vásárolt még egy jó kis gumicsizmát is. Az így igen. Egy picit ki lehet jönni Kidának a sebzéséből, illetve magabiztosabb lehet az ösvényen. Ez zseniális, hogy Diamond Prox-tól nem ütött el a jósment, tehát hogy nem bukjon le, hogy ő ott van. Átugrott inkább ugye a sutyirákra, ami nekik biztosított rálátást. Erre Intrezzo mit csinál? Oké, akkor ő tuti nincs, mert én arra benéztem, és ott nincs értelme. Megnézem, hogy fölfele esetleg genkelne. Nincs ott sem. Hol a fenében van? És ott állt mellette majdnem. De így nem buktatta le a saját pozícióját, tehát megint úgy kell valahogy játszani az ösvényfázist. Szompolyog, drágaság, szompolyog. Igen, így. És Rich is egyébként ezért lőtte le jó formában, hogy na most akkor biztos, akkor lehet itt van délen. Itt van, akkor nem, itt van, nem, nincs. Nincs délen se, ajaj. Ha itt viszont egy all-in, azonnal jön a szárnyakra a válasz a császári falangszal. Lehetsz egy ilyen démoni teremtmény, hogyha a barátai vannak Azirnak, akkor ő az erősebb. Így van, sárkánnyá változott G4, ezt követően pedig Kirának kell a saját tornya alatt elhoznia a minionokat. Hú, de szép örszemjáték. Így viszont Diamond Prox onnan nem fog beugrani. Kettőt bukott csak Kira. Az nem annyira sok. Főleg, hogyha azt nézzük, hogy a farm az nagyjából egál. Most megy haza ugye Kira, az viszont az utolsó pillanatban talál a csapda, talán későn jön, sőt biztos. Ebből a szempontból azért nem annyira gond, hogy ez eltalálta Edwardot. Főleg úgy, hogy utána ezt vissza tudta gyógyítani, és volt még az ő zsebében gyógyital, ugyancsak egy a hárommal szemben, ami Richnél van. De két különböző meggondolás, cipőfejlesztés Lodi Calderáról, Lloyd pedig Kán kardot vásározta el, Jost lehetne bajban, de biztonságban van már, ő azért tank. Rajta ütni is nehéz, és van azért varázs ellenállása is, tehát Maokai sebzése sem annyira komoly, illetve már elérhető nála az ősi korok katalizátor, aminek köszönhetően cserék a felső ösvényen teljesen máshogy néznek ki, mint előtte. Kirának pedig biztosítanak egy kék ólemet. Ennek ő kifejezetten örül, ugyanis ő inkább a mi hamarabbi nasor fogát választja, mint a biztos ösvényfázist. Így nálam megmaradt az egyetlen egy arány gyűrűje a kettővel szemben.
Úgyhogy ez a kék, ez kötelező számára, míg hogyha a G4 is megkapja ezt az erősítést, akkor legalább ennyiben kiegyenlített az ösvény. Eléggé lassan indul a mérkőzésünk. Azon az egy torony alá érkezésen kívül, amit szerintem Stajos azért rontott el, mert nem ment haza időben. Túl sok minden nem történt. Ez leginkább annak köszönhető, hogy Richnek nem annyira találnak ezek a lekötései. Ezt például nem is tudom, hogy hova akarta ellőni. Viszont az alsó ösvény nem tud dominálni a két lény morgánál. És ez pedig egy all-in, két ember a levegőben, Lodik azonnal támad, ott a kifárasztás, viszont szint hátrány, teleportot kell áldozni, de sok kettőt, de már intrezóik úton vannak, Kira van elég rossz pozícióban, császári fangsza tartja távol az ellenfeleket, és megjön Ornn, levegőben repít egy pár embert, viszont közben Richard lemészeredtek hátul, pattanunk befele két emberrel, és itt van Rocky is, mindenkinek annyi, G-Ford még sebet, Edward kiugrik, és egy robbanás őt nem bünteti meg, még megy előre az Ascension, Diamond Proxot akarják valamennyire megbüntetni, de ő max darabjaira esik, minden túlélt a Gambit ebből a buliból. 2-1 összességében a csere, nem volt rossz az érkezés. Talán az volt az egy szerencséje most a Gambitnek, hogy még időben tudtak reagálni, és időben érkezett meg a teleport Stajostól, ezzel valahogy lehetett biztosítani a dolgokat, míg G4 igazából csak sétált, neki most a teleportja elérhető. Na de jöjjön is a visszajátszás. Ahogy a hatos szintet meglépte, ugye mindkettő ember a villanásos ulti kezdeményezés nem rossz, utána a feldobás is. A kifárasztás nagyon fontos, mert sokáig nem tud sebezni Reach-be például Lodik. És ugyan Rocky itt van, de a császári falangszal való zónázás miatt igazából majdhogy nem három embert lehet felütni, de a három emberrel inkább pattannak. És talán az volt az egy szerencséje az Ascensionnek, hogy még időben meg tudta ölni Kirát. Igen. Hogyha Kira itt még tovább piszkálódik, akkor valószínűleg több gyilkosságot is elhozhatott volna a Gambit, így viszont csak kettőt biztosított, de ezzel már megvan az ezeres arany előny. Itt igazából az egésznek az volt a döntőpontja, hogy Richnek nem volt hatos szintje. Nem voltak meg a békjó, így a beérkező Rakan kezdeményezésre nem tudott válaszolni az ő végső képességével, tehát teljes nyugalomban all-inezhetett a Gambit. Jó, hát ez nem teljes, mert a kifárasztás egy kicsit odapörkölt az orruk alá, viszont ezért lett belőle a csapatharc. Edward kapott egy kis piszkálást, ő sem halt meg. Így van. Ő is bőven komoly túlélés mutatott be azzal a látványos kilépővel. Diamond Prox pozíciója nem rossz. Így van. De túl messze van, onnan nagyon könnyű lenne egy sötét pajzsot. Hát ugye alkalmazni, igen, ez csak egyetlen dolga Richnek, hogy ne álljanak össze. És van ultia mind Edwardnak, mind Lodiknak. És ez már megy is, megy bizony. Lloydra kapja a pajzsot, viszont így a Rakant kell kidodzsolni, ami sikerül is, Lloydnak itt annyi lesz. Ez biztos, Lodik kapja a gyilkosságot. Hogy futott Edward? Iszonyat mód próbálta lekergetni Lloydot, ez végül is sikeres is volt. Soformán semmit nem kellett áldozni, ezért a gyilkosságért, egy darab ulti egy gyilkosságért mindig megéri, sőt, utána még ki lehet fordulni a sárkányra, és ami egy óceán sárkányi bónusz regenerációt kap az egész csapat, mármint a Gambit részéről, felső ösvényen pedig Stajos fejezi be a vezérzászlót, azért azt elég nehéz lesz leütnie szegény Rocky-nak. És nem csak neki, tele vannak AP-sebzéssel az Ascension-esek, tehát ez nem lesz egyszerű. Hiszen azért Morgana sem annyira jó benne, és Swain sem erről híres, szép a lekötés, Intrezó érkezik, jó a blokk, jön az Ornn képesség, nem a legjobb irányba. Rocky is így sem tudnak egyelőre tovább menni, viszont jön a természetfeletti ugrás, visszaütni még nem lehet. De segíteni kell a vezérzászlós minion a leütésében Maokai-nak, mert az nehéz. Mivel elmozdult az ösvényről Kira, illetve G4 is, ezért talán abba hagyták ezt a felső ösvényes rajtaütés Intrezóék. Így jóformán a Kovács Isten dühén kívül ugyan kiment két ulti az Ascension részéről, de nem történt egy gyilkosság, míg Lloydék időben érnek vissza az ösvényre, hogy megmentsék, vagy legalábbis a többi sebzéstől megvonják Lodik, illetve Edward párosát, G4 pedig folyamatosan őrszemezik, próbálja csapatának megadni azt a rálátást. És én azt gondolom, hogy ezt meg is tehet, hogy ugyanis nincsen lemaradva az ösvényen. Diamond Prox biztosításával együtt viszont azért nehezebb helyzete van az Ascension alsó ösvényének. Nem tudhatják, hogy ott van el, láttad, hogy most így benézett egy szennyezett földdel azért, hogy megtudja, hogy ott van a Diamond Prox. De jó lehet a kérdés, hogy hogy tudhatná meg, hiszen nem biztosít rálátást, nagyon egyszerű. Ha éri, oda repül, akkor van ott ellenfél, viszont hogyha nem repül oda, akkor nincs. Így most tudja, hogy legalábbis nem ott van Diamond Prox. Abszolút. Felső ösvényen pedig természetesen a másik oldalról is
jó kis légió égisze kezd el épülni. És milyen jó időben használta amúgy egyébként Stelios a vezér zászlóját, nagyon sokáig tudta fenntartani igazából az ágyus Minion Intrezor-Rocky párosát. Úgyhogy ez mindenképpen egy jó használat volt. A birodalom tekintete nem lát rá királyra, nem úgy, mint az erővillám. Szép az a visszalántás, kira kapja és a sebzést rendesen, de óvatosan kell bánni a katonákkal. Mind a két oldalról, egyrészt mert nagyon nagy sebzést lehet megenni tőlük, másrészt meg, hogyha csak egyszer rosszul pozícionálod őket, akkor meg is halhatsz. Na jó, egy villanást fog kiszedni belőled valószínűleg G-Ford, de ettől függetlenül az Azir mechanika sosem egyszerű ebből a szempontból. Míg meg lett a másik oldalról is egy vezérzászló. Következő sárkány, hedge sárkány lesz, ez jó lehet. Bárki számára, aki majd későbbiekben célpontra szeretne kimozdulni, és itt nem csak a baronnasort vagy a hatalmas szörnyekre gondolok, hanem bizony a tornyokra, amiből még úgymond nem hoztak el egyet sem. Ladikra kerülnek. Így van, jöhet a sebzés, viszont nem rossz, amit Ladik kihoz sem, elkezdtek el villan Ritnek, de Ladik is elvillan, így még éppenség életben van. Hiába jött ki a Trundle végső képesség, sok tankosságot nem nyert belőle. Stelios. Rocky viszont Stelios-ra érkezik, jön a végső képesség, ontól a levegőbe lehet repíteni Rocky-t. Edward közben háttérben le van kötözve, viszont jön a válasz a Gambit-től. Nem tudják lekergetni az Ascension-t, de nem is ez volt a lényeg. Túl akarták élni ezt a kezdeményezést. És összességében teleport a teleport volt a válasz, ugye G4 nem érkezett szintén teleporttal, és összességében kettő villanást áldoztak, az egyért persze, Lodik lövész, mind villannia, mind gyógyítania kellett, viszont lehet, hogy hiányozni fog Intrezónak, vagy esetleg Richnek ezen idézői varázslat, amit el kellett használniuk. Nem sikerült a büntetés. Szépen menekült Lodik. Nagyon-nagyon szép volt ez a mechanika tőle, amit bemutatott nekünk. És igen, nem tudták elkapni. Hiába volt azért nagy az előny. Viszont a közelékben érkezik, jön is a sebzés, azonnal ugye el lehet csábítani az ellenfeleket. Jó Diamond Prox-nak az érkezés, de Lloyd már távol van, Rick közben jön. Teleport a hátsosomban, tehát vissza kell lépni, de jó a lehelyezett védekezés, de császári falangsz instant kirától. Oh. Amint megérkezik valaki Lodiknak annyi, és Intrezó megy tovább. Diamond Prox próbál menekülni, G4 pedig átváltozik, azt mondja, hogy én sárkány vagyok és villanok, jöhet a sebzés, nem jön ki viszont időben. Diamond Prox remekül fedezi a hátsosot, királyt kéne valahogy megbüntetni, de G4 sebzése nem ér el senkit végül. Még próbál előre menni a birodalom tekintete, talál kira, ezért el kell, hogy villanjon. Elég kaotikus, de megvan a torony. Így is. Így egyébként jó gondolat volt G4-tól, hogy nem jött az előző csatára. Ugyanis most megtudták a teleport előnyt játszani. Azaz több emberrel lehetett érkezni az alsó ösvényre, és gyönyörű szép volt egyébként a visszarántása Lodiknak. Így még a gyilkosságot is megszerezték. Stelios két emberrel küzd, és mivel itt van nem baron, vagy a vezérzászlós Minion, ezért ő még azért tud neki tankolni, Kira pedig most érkezik. Olyan, Stelios azt mondja, hogy Thanos szállemezik és a Survivor role-t kapta, mert ő minden túlél, akárhányan mennek rá, nem lehet őt megölni. Nézd meg megint, tehát hogy valaki sebez, jól érzem, mint vakar viszket látom, viszont Kira. Közben kijön a császári falangsz, összességében zónázása másra nem volt jó. Fej-fej mellett halad a két csapat. Úgyhogy torony előnye van az Ascensionnek, tehát azért, ha ezt bedönti a Gambit, náluk lesz valószínűleg minimálisan az arany előnye, ez pedig a visszajátszás. Szép. Ugye nem lehet feldobni Lloydot, ettől függetlenül még a csábítás eltalálta. Kivillanja Diamond Prox érkezését, és innentől kezdve fordulhatnak. Két embert tud zónázni a kupa, és gyönyörű a lekötés és visszarántás, amit GeForce Vayne tudott megjátszani. Itt pedig már szerintem egy picit túl gondolta az Ascension, tehát a villanás is bemegyek, még megpróbálok gyilkosságot elhozni. Tény, ami tény, még királyból kivettek egy villanást, tehát nem volt rossz villanásért, villanás volt a felelet. Jó, de a G4 nem érezte volna, hogy mi nem tudja robbantani a szárnyait. Ez még idő kellett, a villás után egyből robbantani kellett volna. Viszont Stelios megint itt van, 3v1-ben megölik-e. Valószínűleg nem őt fogják büntetni, hanem a sárkányt. Neki nem sok lehetőség van a lopásra. Ezt Intrezó fogja lesújtani. Nem, mert végül Lloyd viszi el. Harapott. Nem volt sújtása. Nem sújtott? Nem volt sújtás. Akkor nem sújtott. De Lloyd elhozta, szóval teljesen mindegy. Cserébe, ugye itt van a hírnök, Diamond Prox és Edward kettőse próbálja hozni, és mivel kiütötték Lodikék alól az ösvényt, ezért ők már a felső ösvényen tanyáznak éppen. Ott folytatják a farmonást, amivel egyébként elég jól áll Lodik, mivel kétszer halt Lloyd.
Ezért, hogy az első tárgyakat már mindkettő lövész befejezte, míg Statik Lloydnál addig a Ginzo Kajsa Lodikjánál kira büntetés érkezhet. Hát igazából meg akarják tartani az ösvényt, ne a középső tudják megbüntetni. Hírnek ugyanis elérhető. Diamond Fox itt őrszemet takarít, és azonnal át is kell ugrani. Ez egy elegáns. Ez olyan volt, mint hogy átbukott volna. Igen. Tehát, hogy oda rohan, és így átbújt. Hát esik. Az nem jó egyébként ilyen. Főleg, hogyha nem tudom, mely folyású a folyó. Tehát, hogy beleese, és akkor így kövek meg minden. Ez a trükkös a Dunában is, tudod, a szénén, hogy nem látod, hogy most akkor vannak-e kövek, vagy nem. Középsősvényre közben lehet jönni még hozzá, hírnök erősítéssel így tornyot tud szerezni a Gambit. Valószínűleg nem is kell, még ebbe a toronyba nem is fog bele rohamozni. Kérdés, a következőbe belerohamozik, és teljes életerő még a hírnök. Ez akkor ez egy fél életerős roham lett. Szép, ez sokat sebez így. Így van. Kettes szintű torony, másfél tornyot hoz a Gambit ebből a hírnök idézésből. Ez nem rossz. Nem, sőt elég jó. Szerintem közben leforogtak az alsó ösvényre. Ő is a vezérzászlós Minion barátja. Igazából le se tolja, hogy őt Rocky konkrétan bünteti, nem nagyon foglalkozik vele. Miniont is próbálgatott ütni, barátom. Már majdnem fogyott az életelője, ha jól látom. Eközben viszont lehet lőni a tornyot. Míg a felső ösvényen azért ott az alsó ösvényesek buliznak. Szia, Baron! Szia, Baron érkezik ismételten. A játék 20. percét hagyjuk el. Annyira jól néz ki ez a Baron, nekem nagyon tetszik. Szép lett, jól felöltöztették. Tudod, mint gondolkodtam, szerinted van Baron Stylist? Mert sütemény stylistra már hallottam. De a Baron Stylist az milyen? Nem rossz. Érdekes lehet. Miközben a választás, ami nem rossz, kiránál ugye a Morelonomicon, ami nem csak G4, hanem jóformán majdnem mindenki helyzetét meg tudja, vagy rontani tudja. Ugye Rocky is bőven gyógyít magán, Intrezó is képes rá, G4 aztán ne beszéljünk erről. Tehát ez egy alap tárgy lesz most ezen az Aziron, hogy ez elkészüljön. Igen, és elég fontos lesz Edwardnak az égetése is. Szóval ez most lehet szeregetni. Pont ezen a gondolatmeneten végig menve talán lehet, hogy Lodiknak nem is a Lord Dominic üdvözletét kéne megvásárolni, hanem a halálos emlékeztetőt, hogy valamennyire azért leszedje a gyógyításokat. Ő is. Igen. Már túl szedik ezt. Hát de annyi gyógyítása van, hogy tényleg nagyon sok. Tehát, hogy... Bőven rendelkezik vele az Ascension csapata. Diamond Prox a felső ösvény felé, de itt van Intrezó is. Edwardot elkapták, tehát Diamond Proxnak indulni kell. Így viszont a feldobás nem hasznos az összebb, és annál inkább pattanjunk! Edward megy vele, hogy azért kábítva legyen, jön a teleport. Lodi kicsit beragad, de kifárasztás alatt is túlélheti! Nem mert G4 villan ért a császári flag, ez két ebben zónáz, G4 egyedül is kizónáz hármat. És mehet is tovább, jön a birodalom tekintete, Richa háttérben fedez. Talál-e a lekötés? Az a kérdés. A sebzés nem rossz, de a lekötés óriási mellé. Pedig megint jó volt a kifárasztás véleményem szerint, tehát megint hasznos volt ezen képesség, amit Morgana hozott el magának, de bizony igen, találni kéne a sötét lekötésekkel, és akkor valószínűleg még gyilkosságot tudott volna hozni az Ascension. Így viszont ugye egy-egy, a két lövész halt meg, Edward még menne tovább bulizni, Kirára ugrik vissza egy jó kis pajzs erejéig. Az egyetlen egy lekötést talált, ami fontos volt a legelején, az kellett, de az egy ilyen muszáj volt, tehát hogy a Rakan annyira olyan pozícióban volt, hogy el kell nyomni. Igaz, hogy elvettek minden idézői képességet az alsó ösvény duótól, de mégis a Caitlyn van 0-3-ban. Mondjuk annyira brutálisan pedig okés, hogy 0-3-ban van, de neki is majdnem megvan már a határtalan penge. Míg ugye a Ruan hurikányát Lodik fejezte már be. Rocky pedig szépen lassan el fogja veszíteni a saját tornyát. No de jöjjön a visszajátszás, mi is történt. Edwardot le lehet kötni, de ugrik Diamond Prox, szép a visszarántás, és ezt követően pedig a pattanyunkkal lehet bevinni a buliba mindenkit. Intrezónak, mivel pörög az ultia, ezért őt nem túlságosan lehet bántani. G4 pedig nagyon jól fókuszál, méghozzá Kajsára. Ezt követően pedig ugye Kirát szerették volna büntetni, de az a lekötés. Hát valószínűleg, hogyha másik irányba megy, akkor meg egy minion talál el. Nem volt egyszerű a helyzet. Ez viszont szép. Lehetne, hallódik, nem visszafelé pattant volna. Érdekes volt az együttműködés egyébként, mert Diamond Prox pont a Rakan kombóból hozta ki a pattanyunkkal az alsó ösvény duót. Nagyon érdekes mozdulat volt, de mindegy, meglett.
Intrezó pedig eléggé tökös gyerek, maradjunk annyiba, háromság hatalmás Trundle lesz. Az biztos. Szép. Végül is, hogyha azt kell mondta... a fenének az Eke szövetsége, érted? Tehát... Én azt gondolom, érted, hogy ott van Rocky, aki eléggé komoly tank lesz a számára. Van ott egy fekete pajzs, illetve azért G4-t is elég nehéz megölni mélységi maszkkal, főleg, hogyha majd még szépen lassan a zonyát is megépíti. Innentől kezdve egy kis háromság hatalma, az bónuszban milyen jó lehet. Na meg hát Intenso is azért tank önmagában is. Tehát. Igen, és gondold, de milyen jól tudja még ezt bónuszban kihasználni, majd a head sárkánnyal, a Rocky van nagyon nagy. Nem, ez teljesen nincs manája. Nincs manája, ugye Rocky vissza tudja így nyerni az életerejét, amire szüksége van. Ez pedig egy érdekes döntés, hogy nekem ezt nem vette le arccal. Viszont jön Rocky azzal a kevés életerővel, azonnal próbál Edward segíteni, ő már kinn is van a buliból, de értem ennek, és a lövészt radírozzák le. Hát, Tudod, amikor Reken ki tud menekülni a harcba, most bocsi! Majdnem egy nagyon durva spoilert elnyomtam, de pont eszembe jutott, úgyhogy hagyjuk. Na, ennek én is örülök. Igen, szóval Ladikot szegényként úgy ott hagyták, mint a Ladikot a nem tudom, Dunaparton. Én is elbetűsre gondoltam, de ez egy másik ember. Közben viszont érkeznek be a bulihoz. Kifárasztás Diamond Proxon, ő egy Zack, nem fog sebezni. Viszont próbál vinni titeket. Ben van az első sorban, Rocky van az első sorban, két ember a levegőben áll a Ornak, és Stagos követik le. Hátsó sorban G4 kizónázza az egész tímet. Miért? Mert lövész nélkül nincs rá sebzés a lekötés, ezúttal sem talál. Így sem G4, sem is nem mehet tovább. Stagos meg még mindig él. Öljétek már meg, na végre! Lloyd hozzá végül. Mindent megpróbáltak. De ha nem lehet elhozni ebből a baronnasort, akkor még mindig megérte feláldozni magát Ornnak. És jól érkezett a Gambit. Ami félelmetes volt, az tényleg az, hogy G4 mennyi ember tudott kizónázni. Tehát, hogy nem tudsz átmenni arra azon a Swain-en. Főleg úgy, hogy egyébként Rich adja neki még a mágikus pajzsokat is. Igen. Viszont Rich nem talál. Tehát, hogy... Simán lennének gyilkossága egy G4-nak, viszont egyszerűen nem tudja lekövetni őket, mert nem segít neki elejé. Tehát, hogy valahogy hiányzik az a lassítás, amit például egyébként a lassítós trónával meg lehetne kapni, vagy a lekötésekkel. Hát, vagy akkor használjuk el a tárgyunkat aktívan, és akkor gyorsan adjunk le támadási sebességet G4-nak, hogy be tudjon rohanni. Szerintem ezt ott használta csak még korábban a harcban. Lehetséges. Szóval azért nem, az már nem volt neki. De mondjuk erre nem teszem fel az életet, ezt megmondom őszintén. Erős az Ascension, viszont még mindig nincs akkora különbség a csapatok között, hogy azt merjem mondani, hogy nyernek. Azt mondjuk azt azért megnézem, hogy ledarálja azt a miniont. Kettő torony előnye van a Gambitnek, talán ez a fontosabb. Diamond Prox kerülhet bajba, de ő ki tud ugrani, így viszont a sárkányt nem tudja elhozni. Hát Stylus kapta a lekötést. Majd a Warmog Light This. Uh-huh. Jön is az on végső képesség, és még elérhető a sötét pajzs, így Lloydot nem lehet feldobni, a tornyot sikerül megvédeni. Közben Edvardi kellemesen kiszedik a sutyirákot, ahogy csak lehet. A lekötés megint jó, legalábbis az érdekes, hogy az ilyen szituációban talál Rick a lekötéseivel. Tehát, hogy így... Csak valahogy akkor, amikor G4-ra kell lekövetni az ellenfelet, akkor így nem annyira. De nem, tényleg nem mondanám, hogy rosszul játszik, csak aha. Ez viszont most G4 2v1, de kinyerheti meg, kell a megváltás, tudja ezt a támogató. Diamond Prox életeje súlyosan csökken, G4 pedig növekszik, és nem is kicsit. Szerintem az, aki meg sem érzi azt, amit vele művelnek, az a sárkány nem annyira tud elrepülni, a robbanás jó, de Diamond Proxnak fogadjunk, hogy még szét tud esni. G4-nak villanás elérhető, így a fal túloldalára tud távozni. Azért ahhoz képest, hogy volt villanás, elég tökösen sokáig ott volt és bírta ezt a harcot. Igen, ugye pont ebből a két játékosból senki nem nagyon tudta viszont... csökkenteni a gyógyítását. Eljut a tobozni, van Jólos Kar, és a tobozzal a túloldal. Ott a Jósmentával összetett volna rántani, de már nem volt annyi idő. Diamond Prox még egy ugrás bevihet, de közben tornyok dőlnek a felsősényen, srácok, pattanjunk, gyere már ide, hajj már meg az Istenért, nem vagy te Stagos, hogy nem halsz meg. Viszont a felsősényen egy tornyot azért oda kellett adni. A másodikat véleményem szerint Kira miatt nem. Annak örülhet a Gambit, hogy legalább elvillantatta a Swain-t innentől kezdve, mert az elkövetkezendő közel 5 percben nem lesz lehetősége erre. A sárkányt mégiscsak el fogják hozni ketten. A két hős tank, aki Swain kapitányt is le tudta üldözni. Már az képest, hogy tankok egyébként egész gyorsan megölték. Nem volt rossz. Azért egy Ornt mindig úgy kell figyelni, hogy ilyen cseles az ő sebzése, nem biztos, hogy látszik, de attól függetlenül adott esetben fáj.
A tobozt is le lehetett szedni, miközben Kirát állítják meg, így van. Az hiba volt. Kirának itt most ki kéne táncolni teleport, a lelkedés. Ja, nem kell, mert instant csattan a végső képesség. Kirának annyi. G4 pedig idejött és azt mondta, hogy... Azt mondta, hogy van itt ellenfél. Igen, de így ezzel a teleporttal akár még egy baronnasort is el lehet kezdeni. Igen, Kira hiányzik komolyan, de rizikós azért ezen a négyes ellen baronnasort kezdeni talán. Mármint, hogy... Rocky sétál. Rocky itt van, és jó helyzetből érkezik, hiszen a hátsó sorba érkezhet azonnal, de ezt látják a kék csapatból mindenki, és jön az on végső képesség, ebből harc lesz! Morganát kell letörölni, és ez sikerült is, és csak annyi. Lloyd még életben, és ő még darál, de most jön neki, csak érte, nincs rajta fókusz, mert G4 tölik hárman. Stajos már nem bírja a tankot, de meghalt közben. A Swain is, és darál a Kai'Sa. Még egy picit bírja, még lövi Rocky-t, ahogy csak tudja. Intenzvoik viszont szétszették Diamond Proxot a háttérben, és Edwardék nem segíthetnek rajta. Nem volt elég a sebzés, ami Lodikból kijött. És megint ott volt a kifárasztás amúgy Rich-től az elején, tehát megint nem tudott maximális sebzést kiosztani, illetve akire ki kellett volna osztani a sebzését, az egy idő után már Rocky volt, tehát nem tudott a közelébe kerülni Lloydnak, illetve Interzónak, akit pedig megölni meg tudott volna. Biztos vagyok benne, tehát jól állta a sarat igazából Rocky Maokája. És fontos az is, hogy Lloydon volt még egy bónusz védekezés. Átoknyelő. Átoknyelő. És a gyógyítása, ugye ez a kettő, ami összességében mentette az ő életét. Edwardot elkapják, de hát igen, tehát most nem mit mondják. Rakan, ő bárhova távozhat, majdnem mint egy talon, hogy ne nagyon kergesd, mert ha van támogató vagy társa a közelben, arra is kiugrik, ha nincs, akkor még van egy ugrása. És megint csak nagyon fontos volt, hogy ebben a csatában nem volt ott Kira, nem volt ott az egyetlen egy ember, akinek ott a Morellója. Igen. Ami megállíthatná Intrezzo, illetve Rocky-nak a regenerációját. No, de nézzük, hogy is kezdődött ez az egész csata. Diamond Proxot egyébként érdemes figyelni, mert ő nagyon szépet játszik ismételten. Ugye folyamatos CC-be tartják azt a Richet, aki még ki tudja nyomni Lodikra az ő kifárasztását, utána Lodiknak ki kell villannia, és míg G4 sebzi, addig nem rossz. De nézd meg, most jön Rocky, és azt mondja, hogy jó, itt egy gyógyítás magamra, ott van még majd mindjárt még egy gyógyítás, köszönjük szépen. És közben Diamond Prox egyedül nem volt annyira tankos, mint Rocky, ugyanis a másik oldalról nagyjából hasonlóan sebezték őket, csak míg... Kira, császári falangsz, még menekülhet, de tudod, még el is kell villanni, és az életerő, Nem, ezt megúszta, de épp hogy. Ez nagyon közel volt. Én szerintem még senki nem félt ennyire egy megváltástól az életében. Ez bőven meg lett volna, mert mint azt a 60-at lesebeztem volna az a megváltás, amivel Kira túlélte. Ismételten úgy kezdődik, hogy Kira nem biztos, hogy igen, itt lehet a csatában. Megint ugyanaz a buli, és megint Kira nélkül. Na nézzük, ezúttal Rocky a célpont. Nem, Stajos a célpont, bocsánat, és már Zelik is le. Viszont a hátsó sorban beragadó Kai'Sát fogja kiszedni, és ezen a ponton már Rick és Kai'Sa is meghalt. Közben pattanunk hátrafelé, két frontos háború, Intrezzót Edward segíti. Még életben maradnak közben, az alsó ösvényes harcnál Diamond Prox darálja Lloydot, de nem fogja megölni, mert ő egy Zack, és nem sebez. Nem az a dolga. Stajosék pedig nem tudják legyőzni Intrezzót, és innentől futni is kell. Jó a feldobás, és Rocky jöhet. Lloydnak nincs életereje, egy meggondolatlan fordulás, egy visszatöltött ornulti, bármi megölheti, de két tank áll előtte az elsősorban, megint össze-vissza csapatharc, és megint Kira nélkül. Kira alig tudott igazából sebezni ebből a csapatharcból, ugye Lloydot próbálta kifokuszálni a végén, akinek azért már 3,5 tárgyal megvan az a sebzése, megvan az a kritikusa, hogy konkrétan jófajta tényleg egy lövés volt. Egy ilyen. És Kira végül meghalt. Nagyon szép volt az Ascension-től az, hogy Lodikot gyönyörűen fókuszáltak. Ajaj, Stajos helyzetben van, Lloydot nem tudja büntetni, a baronnasort ismét megállítja. Hát erre most igazából már mióta ez megy az Ascensionnek, hogy elkezdik a baront, hoznak ebből a gyilkosságot, aztán előről kezdjük az egészet. Nem véletlen amúgy a Sejemöv Lodiknál, ha őt kifókuszálják, és Kira ismét elpozícionálja magát, akkor a Gambit nem nagyon fog tudni csapatharcot nyerni, csak ilyen nyögvenyelősen, hogy jó, oké, megöltünk pár embert, utána még majd visszamegyünk, valaki feláldozza magát, hogy ne hozzák el a baronnasort. Ezt másodjára láttuk ezen a mérkőzésen. Nézd, megint kijön. Így van, itt van Kira.
Jön egy teleport. Segítség egyelőre nincs. Diamond Prox túl messze. Nagyon gyorsan fogy a baron életereje. Rocky érkezése pedig biztosíthatja. Talált a KSZ-nek a végén Diamond Prox úton. És életben is. A megváltás nem tartérben segít Randall elolvad, de Diamond Prox sem bírja tovább. G4 is meghalt viszont. Kira kifárasztva, Kira letörölve. Lodik talán még valamit tehet. Két gyilkosság, két lenne. Lodik menekül. Lloydot darálják. Rich még életben. Rocky viszont megint kitankol mindent. És nem lesz elég a sebzés. Nézd meg Edward! Ezúttal talált a leközés Istől. És Lodik még menekül, de jó a természeti ugrás, visszafelé kell dobni, az Orn végső képesség segíthet-e? Hogy ne segíthetne, Lodik! Stegos mekkorát tud menteni, és Rocky, ezúttal te sem ölöd meg, ott a dara, csak meghalsz már, hát nem hiszem el, Lodik rá fog menni, ez biztos, gyors egy kis eltűnés, még egy kis sebzés, valami, egy lassítás az Orntól, aztán ott a befejező pont, Stegos, az MVP-t te most megkaptad tőlem. Végre valaki, aki Lodik alá teszi a gyilkosságokat. Igen. Tehát, hogy így szegény Lodik vár arra, hogy ez az majd Edward csábít, meg ez az majd Edward, nem tudom, csábít, igen, feldob, és akkor majd ott lesznek a gyilkosságok. Vagy ugyanezt megcsinálja Diamond Prox. Na senki nem csinálja ezt meg neki, csak az Orn. Viszont Orn most jelen pillanatban nagyon szépet mentett. Megjött teleport a G4. De nincsenek se jelzők, se végső képesség. Így ez nagyon rizikos. Intrazó viszont itt van. Sújtás előnyben van az Ascension, de Diamond Prox is úton. Megint a buli ugyanaz. A levegőben van Trundle, de már csattant a végső képesség. Szép. Így életben kell maradni. Nagy csoda játék! Diamond Prox, te állat! És kiveszi Intrazót. Így viszont az ingyen Baron Nashor part 6. A Gambitet illeti. Körülbelül Stelios-nak pedig visszatölt az életereje. Megvan a Baron Nashor. És alapvetően Lodik kapta meg. Meg is érdemli, ugyanis 3-4 gyilkosságot az előző csapatharcban. Ő gyűjtött be. Egyelőre az Orn Kai'Sa a páros. Nagyon jól játszik, és igazából bármennyire is Diamond Prox meghalt háromszor, azt kell, hogy mondjam, hogy ő is nagyon szépeket játszik, mert jól, igen, érkezik, jó a CC, igen, kiosztása, és ezt az egész mérkőzésen egyébként jól játszotta meg. Ez volt a hatodik felvonása Baron Nashornak. Ezen az egyen kívül mindet az Ascensionnek adtam volna. És csak az az egy fejeződik be, amit a Gambit hozzád. Így van. Pedig úgy nézett ki, hogy a teleporttal érkező G4 talán annyi időt tud adni Intrazónak, hogy megérkezzen és sújtás előnybe legyen a GPL győztes csapat. Hát csak viszont... Zek félpályákat ugrik át, hogyha úgy akarja. És úgy akarja, na meg a visszajátszás. Ugye érkezik a rakéta Lodiktól, Diamond Prox be tud ugrani. Itt ugye őt még megölik, viszont nagyon fontos, hogy Kira azért most már tud sebezni. Itt megkapja a kifárasztást, ez nagyon fontos, mert Rich ezért túléli ezt az egész csapatharcot, emiatt halhat meg majd Edward későbbiekben. Itt a pajzsolás még ugyan jó, a visszadobást követően pedig a lekötéssel meg lehet őt ölni, és itt jön a felmentő sereg majd Lodiknak, Stelios részéről, illetve az is fontos, hogy megkapja bizony azt a megváltást, illetve a megváltást követően a három emberes feldobás. Lodik itt csak a tűzérség volt konkrétan. Letette az ágyút és segítettek. Ennyi. Ez szép. Időközben az alsó ösvényen vonul előre a Gambit csapata és az első inhibitor tornyot dönthetik be. Azt a sebzést. 8700. Jó, egyébként nem is ez a legfontosabb, hanem az Azir és a Swain közötti különbség. Igen. Unzronak pedig köszönjük szépen a feliratkozást, és legközelebb várunk azért utánatok kezdve a Stubnapra. Jó, de... Na, de buli van közben. Rocky a hátsósodban megint, viszont az életereje nagyon elfogyott, és leiszette. Azir sebez? Hát hogy ne sebezne? Még egy ember meghalt. Marlis sem él, és G4-nak is annyi. Ez pedig úgy tűnik, hogy mégiscsak a Gambitnek a második pontja lesz. Mert miért ne lehetne? Nagyon szép játékok mutattak be, és az Ascension megint partiban volt, megint jó meccset játszott, megint voltak lehetőségei, és megint nem nyernek. Így viszont 0-2-vel kell kezdeniük a mai napot, és már csak egy dobásuk van. Itt az utolsó csapatharcban, ami a legfontosabb volt az, hogy G4-nak nem volt elég sebzése befejezni jóformán senkit. Így van. Tehát a Swain ugyan ment, ott volt elő, hogy na, akkor én most kiosztok mindenféle sebzést, de nem volt elég, és sokkal fontosabb volt az, hogy Kira végig tudta szurkálni, illetve Lodig végig tudta lőni ezt az egész harcot. Meg kell dicsérnem Diamond Proxot, aki tényleg végig úgy játszott ezzel a Zekkel, hogy talán nagyobb ráhatása volt a mérkőzésre, mint Randallnek. Neki igen, de még Stelios is ott volt, tehát ez a két ember együtt... Nem is tudom, melyiknek adnám az MVP-t. Lloyd nem játszott rosszul, de nagyon más dolga nem volt itt lelőni az ellenfeleket.
Illetve tényleg, hogyha volt olyan segítsége, mint például abban a visszatérő csapatharcban, Stelios, akkor igen, ő ott neki már csak sebeznie kellett. Viszont ő addig életben maradt, tehát ott legalább szépen kájtolt, vagy szépen próbált kijönni mindenből. Persze ezért be kellett áldozni Edwardot, azért be kellett áldozni Diamond Proxot, meg megváltást, meg mindent. Az nagy szerencse volt, hogy ott volt még egy megváltás, illetve hogy időben ki tudott érni egy olyan Ornn, aki azért nagyon távolról tud kezdeményezni. Tehát a kos az tényleg egy nagyon jó ulti arra, hogy távolról, kvázi biztonságosan, de egy olyan CC-t oszt ki, ami, mint láttuk ebben az esetben, egy jó kis hármas gyilkosságot eredményezett, vagy kettőt biztos. És akkor jó eséllyel lesz Gambitünk. Egyelőre úgy néz ki, hogy elég magabiztosan játszanak. Én azt gondolom, hogy igen. De még egyszer mondom, az Ascension megint partiban volt. És nem is kicsit. Tényleg addig a Baron Nashor 6. próbálkozásig abszolút egyenlőek voltak. Annyi volt a Gambitnek a hibája, hogy Kira soha nem volt ott a harcban. Ezt akartam mondani, hogy így van, a Gambit valahol ott, vagy a Gambitet most ezen a mérkőzésen ott lehetett volna megfogni, hogyha Kira még egyszer elpozícionálja magát, vagy tényleg ilyen out of position szintjén elkapják a felsősvényen, mert hogyha őt kiveszik, akkor Lodiknak valószínűleg nem tudta volna mindenki így lekészíteni a gyilkosságot. Igen. Volt sebzés a Kajsa-ban, nem arról van szó, csak Kajsa pont az a lövész, aki szeret befele is menni. Tehát, hogy ő azért ilyen frontline lövész szerepet is játszik. Igen. Valamilyen szinten. Nem egy két illetve... Igen, és akkor most menj be egy CC rengeteg Maokai ellen, vagy egy CC rengeteg Morgan ellen, vagy bárki, aki azt mondja, hogy akkor te most beugrottál, de te nem mész innen ki. Nehéz, de azért attól függetlenül azt gondolom, hogy a Gambit igenis ügyesen játszott, de nehéz volt. Nehezebb volt most ez a meccs, mint az első. Sokkal. Hát nézzük meg a következő meccsen akkor, hogy az R7 mit kezd a Chaos Latin Gamers-el. Nem sokára visszatérünk a 4. mérkőzéssel.